hogyha meghallgatja valaki a tankcsoda korai dolgait, akkor nyilván ahhoz képest egy ilyen mostani friss dolog, mint a Köpekre álltok, egy teljesen más kaliberű zenei vagy zenei szerkesztési dolog. De hát nyilván 25 év alatt sok mindent tanultunk, reményeim szerint sokkal jobbak lettünk. Hangzásvilág azt gondolom ugyanaz. Még azt sem mondanám, hogy ugyanaz. Igazság szerint az emberben mindig van egy egészséges fejlődni akarás és egy fejlődési vágy. Hogyha olyan dolgokat akar eljátszani az ember, amit nem tud, akkor egész egyszerűen meg kell tanulnia ezeket a dolgokat megcsinálni, mind technikailag. Illetve a zenei hangzás is 25 év alatt borzalmasan sokat változott. Azt gondolom, hogy egy 25 éves zenekar akkor tud friss lenni és lendületes a mai zenei piacon, hogyha az aktuális trendeket követi, hogyha ez a trend szó nagyon hamiskásan cseng ebbe a körmondatba. Igen. Ilyen szitokszónak tűnik a trend szó, de nem az egyáltalán, bocs, folytasd. De kösz, Laci, nagyon jól esett. Szóval a lényeg, hogy mindenféleképpen az egészséges fejlődéshez hozzátartozik, hogy az ember a saját hangképét, a saját hangzását folyamatosan fejlesz-e, nem csak új cuccokkal, hanem olyan technikai megoldásokkal, amit eddig még nem használtunk. Ugye 25 éve vagytok együtt. Hogyan tudtok így egyszerűen, hogyan bírjátok egymás fejét, hogy ennyi idő alatt még mindig úgymond a csúcson vagytok? Folyamatosan a csúcson vagyunk, kérlek szépen. Szóval a lényeg, hogy hát ennek több praktikája van. Egyébként a zenekarban volt azért egy pár tagcsere, tehát azt is mutatja, hogy azért ez nem teljesen úgy van, hogy mindig bírjuk egymást. Igazság szerint borzalmasan egységes most a zenekar, és hogyha ez az egység hosszú távon így alakul, akkor valószínűleg 25 évig nem lesz tagcsere. Mondhatjuk azt minden homofób beütés nélkül, hogy szeretjük egymást, és jól érzik egymást társaságában magunkat, és szerintem igazság szerint a közös zenélésnek az alapja az ez. Tehát sokkal fontosabb ez a kémiai kohézió, mint hogyha zeneileg esetleg nem értenénk meg egymást annyira. Én ezt szoktuk mondani, hogy a tankcsapda népszerű zenekar, ez tulajdonképpen benne van magában a szóban, és egy népszerű, tehát hogy tényleg igazából mindenféle réteg, gazdag, szegény, sovány, pufók, öreg, fiatal, tehát tényleg mindenki megtalálja valahol, azt gondolom, a saját gondolatait a tankcsapda zenéjében és Laci szövegeiben, de a mindenen kívül szerintem a legfontosabb, ami borzasztó közhelyesen hangzik, az, hogy igazából mondhatom úgy, hogy igazából én bár nem a kezdetektől vagyok a zenekar tagja, de hogy a mai napig az a legfontosabb, hogy le a próbahelyre számokat csinálni, turné, mikor indulunk már, hogy nem lett munka az egész, hanem mind a mellett, hogy van egy nagyon tudatos része a tankcsapdának, egy nagyon tudatos oldala, de a lényegi része, maga a zenélés, az a mai napig a szórakozás, a szerelem maradt. Bármennyire is egyszerűen tűnik a válasz, meg ilyen profánnak, vagy kézenfekvőnek, de szeretünk zenélni, szeretünk színpadon állni, igazából a színpadon érezzük magunkat leginkább otthon. Az a helyzet, hogy a zenekar csinálásból a közönség értelemszerűen túl sokat nem lát, nem is láthat, nem lát bele a kulisszákba, vagy a kulisszák mögé. Ugye a közönség túlnyomó része azt látja, ami a haba tortán, azt a másfél-két órát esténként, amikor az ember a színpadra felmegy, a lámpák világítanak, nagy hangerő van, és mi rázzuk a hajunkat, és gitározunk, meg dobolunk borzasztóan. Igazából ez az a kis pici eszencia, mondom, a jéghegy csúcsa, ahogy szokták mondani, ami miért megéri csinálni azt a rengeteg egyéb háttér dolgot, ami a, hogyha már a jéghegy csúcsánál jártam, akkor a példakedvére, ami a vízfelszín alatt lévő borzasztó jégtáblát jelenti. Ezt az emberek természetesen nem tudják, nem látják, de ezzel nincs semmi baj, hogyha az, ami a víz felett van, a jéghegy csúcsa, hogyha ez kellőképpen csillog, kellőképpen izgalmas az emberek számára, akkor azt gondolom, hogy megéri csinálni ezt a rengeteg plusz dolgot, ami mindezt lehetővé teszi. Hol láthatunk bennetek legközelebb? Koncert, turné helyszín? Nyáron játszunk 8 koncertet. Akkor lessünk egy picit. 05-17 Opel Legendák, 08-28 Popstand Agárd, 07-04 Volt Fesztivál, 07-0-15 EFOT, 07-28 Campus Fesztivál Debrecen, 08-18 Esztergom, 08-20
Strandfesztivál, és akkor a meglepő buli, az meg 0913 Budapest.